Festés előtt alaposan megmossuk mosogatószerrel a tojásokat, ezáltal eltávolítsuk a tojás héján levő baktériumokat. Ha meg akarjuk enni a tojást, akkor az átlagosnál tovább kell főzzük őket, forrástól tovább minimum fél óráig. A hímzéshez meleg viaszt használunk, mivel ez forró kell legyen. A viasz, ahogy felkerül a tojásra, azonnal foghatóvá válik. A tojásokat ételfestékkel festjük 5-10 percig, ami elég ahhoz, hogy a tojás végső színét elnyerje. Kályhán melegített rongyal le is töröljük a viasz maradékot. A tojásokat a festéshez gondosan előkészítjük. Hideg vízben megmossuk őket, majd egy edénybe helyezzük, hideg vizet öntünk rá és fölnyitjesszük. Azért, hogy a tojások minél keményebbek legyenek, körülbelül fél óráig főzzük. Ez idő alatt elégkészítjük a különböző formájú leveleket. A legszebb a bürök vagy a csalánlevél. A tojásfestőt egy pohárba öntjük, hozzáadunk egy kevés ecetet, összekavarjuk, majd a tojásfestő edénybe öntjük, melyben már előzőleg vizet tettünk forni. Miután a tojások megfőttek, egy kanál segítségével kivesszük őket a vízből, és száradni hagyjuk. Száradás után ráhelyezzük a leveleket, színükkel lefele, rászorítunk egy harisnyát, a végét megcsavarjuk, cérnával megkötjük, és akkora véget hagyunk neki, hogy a festékes vízbe tudjuk beleengedni. Körülbelül 3 percig a tojásokat a festékes vízben hagyjuk. Amikor már látjuk, hogy a tojások megszíneződtek, egy kanál segítségével kiemeljük őket a festékből, és egy papírra helyezzük, azért, hogy kissé kihűljenek. Ezután a harisnyát eltávolítjuk a tojásokról, a leveleket leszedjük róluk, és szalonadarabból bekenjük, hogy jó fényesek legyenek.